Hát ne ígyunk a medve bőrére előre. Olyan szépeket mondott ez a kedves hölgy, meg önök tapsolnak, most még el is hiszem magamot. Hát, ha belesülök, és akkor tiszta potyára tapsoltak, nem? Igazából én nagyon-nagyon örvendek, hogy itt lehetek önökkel, együtt, közösen. Kereshetjük, hogy mi az Isten akarata. Hogyan tovább? Mert úgy gondolom, hogy ez a koronavírus, ez a sok árvíz, tűzvész, de beszélhetnénk akár Afganisztánról is, ez mind-mind ugye egy kicsit úgy megtorpant bennünket. Hogyan tovább? Merre tovább? Kérdezték tőlem, hogy mi ez az eukarisztikus találkozó. Hát mondta az egyháznak egy kicsit az újratervezése. Mi az Isten akarata? És azt gondolom, ezen a héten együtt, közösen, lelkiismeretünkre figyelve, újból és újból fel kell tegyük ezt a kérdést. Ez az eukarisztikus nagy találkozó, egy fesztivitás, egy nagy ünnep, az is jó. De én azt szeretném, hogy az egyház prófétai küldetése, vagy hogy mondjam, tüze átjárna bennünket. Merre tovább? Hogyan tovább? Akár külön-külön is, de akár együtt is. Mi az, amit Isten elvár tőlünk? Mit akar az Isten? Hát a gyerekeknek elmondtam, hogy 2000 évvel ezelőtt, ugye, mennyi atya szólt, azt mondta, nézd meg, fiam, ezek megint háborúznak, a borzasztó, adják, veszik egymást a piacon, hát félelmetes, hát menj el, fiam, szépen, és magyarázd meg nekik, hogy sokkal jobb békében, jó testvérekként szeretetbe élni, mint háborúzni, civakodni, veszekedni, borzasztó. Menj, tanítsd meg nekik a szeretet parancsát. És milyen jó Jézus erre azt mondta, menj el, atyám, ezeknek, hát döglött lóra verjek, patkót, úgyse figyelnek oda. Nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy ne, nagyszerű. És mert eljönni karácsony éjszakán egyedül, zöldmezős beruházás, nem? 3 kiló 20 deka, nem is volt teljesen szobatiszta. Mert közénk jönni? Mert hiszi azt, hogy a mennyei atya lehetetlen házi feladatot nem ad neki. Képesek vagyunk mi, emberek, felnőni oda, hogy tényleg szeretetbe, jó testvérekként, vál a vál mellett együtt építsük Isten országát. Ez a mi Urunk Jézus Krisztusnak a hite. Ha ő ebben nem hitt volna, nem jött volna közénk, nem? Nem egy utópiát kerget Jézus Krisztus, hanem ezt a programot ő hitte és hiszi, és ott a kereszten is hitte, hogy meg lehet csinálni, meg lehet valósítani. Legyünk teljesen őszinték, önök is, mint szülők, vagy mint pedagógusok, adunk a gyereknek olyan házi feladatot, amit ne lehetne megoldani? Biztos, hogy nem. Ha nem szívatjuk a gyerekeinket. A mennyei atya vajon szívat bennünket, amikor az arra kér, ugye, minden nap a mi atyánkban, jöjjön el a te országod. Én hiszem, hogy ez egy olyan projekt, amit valóra lehet váltani. És Jézus Krisztus ezt nem csak úgy elhitte, hanem ennek a hitnek a szellemébe szolgált köztünk. Meg se született jóformán, már küldi az angyalait, és szóljatok azoknak a tátott szájú pásztoroknak, mennyi eszük van, nem fognak idejönni. Na, találkozzunk, egy kicsit beszélgessünk, örvendjünk egymásnak. Csillagot rak az égre, hogy a napkeleti bölcsek valahogy oda találjanak, nem? És mi az első dolga? Rámosolyog az anyukájára, jól összekócolja József szakálát, elkezdődött a világ megváltása. Ilyen egyszerű. Én annyira szeretem magam elé képzelni a 6-7 éves Krisztust, ugye a világ mindenség uráról beszélünk, ugye? Odás az anyuki, engedsz focizni a gyerekekkel? És Mária lehajol, ad egy puszit a buksijára, és azt mondja, menj fiam, de aztán neked nagy verekedés legyen belőle. Jó, mama, szalad elől a kis Jézus, utána a gyerekek, ipi apacs kis Jézus, ki vagy itt, ó, csuda, ennél meg következőben én kaplak el titeket. És ezt nem én találom ki, hát ez a történelem, nem? Nekünk egy olyan Istenünk van, aki mielőtt egyetlen prédikációt mondott volna,
egyet bujocskázott a gyerekekkel. Annyira tetszik ez. Ez az istenkép, ez a jókedvű gyermek istenkép, ki tud játszani, kacagni, táncolni, köztünk él. Nem tudom, hogy tudják-e, hogy mi volt Jézus Krisztus első munkanapja, mivel kezdte az ő nyilvános működését? Hát ő nem, mondták a kányai mennyegző, de igazából, amikor keresztelő Szent János megkeresztelte, feljött a vízbe, kipucolta a szeméből a vizet, és ezzel kezdődött a nyilvános működése. És első dolga mi volt? Írt egy nagy pályázatot az Európai Unióhoz, a világ megváltásának infrastrukturális fejlesztéséért. Na nem hiszik el nekem. Hát mi azzal kezdtük volna, gondolom, hogy építettünk volna egy jó nagy templomot, egy nagy szószékat, kiállóda, és ledübörög, lekiabál mindenkit, kiosszott a királyokat, Pilátustól Herodesig mindenkit. Nem ezt csinálta Jézus. Mi volt az első tevékenységem? Ott volt két szájtáti legény, János és András, még a nevüket is tudjuk. Gyertek, nézzétek meg, hol lakok. Azért volt humorérzéke Jézusnak. Én beírtam a keresőbe, hogy Jordán folyó és Názáret. Mit gondolnak, hány kilométer? 52? Gyertek, nézzétek meg, hol lakok. Hát, az, hogy mondja, nem könnyű kereszténynek lenni, még nekik is. Hát az egy jó séta lehetett. Útközben beszélgettek, nem tudom miféle. Én nagyon szeretem, ugye, a kereszténység egy kicsit olyan, mint a gyerekeknek a kifestős könyve. Az evangélium megvan, de a részleteket ki kell színezni. Szentírás tömören leírja, aznap ott is aludtak. Most képzeljük el, hogy megérkeznek. Jézus egyet nagyot kurjant, hogy édesanyám, gyere, nézd meg, hoztam két titánt, velük váltom meg a világot. Mária elé jön, jaj, szívem, jó, hogy hazajöttél, puszi, puszi. Na, Mária vagyok, János, András, nagyszerű, gyertek, üljetek le. Ma majd kicsi valamit, vacsorát nem készítesz, olyan éhesek vagyunk, mint a farkasok, valami tojás rántott. Tehát, na jó van, na, addig hozok egy pohár bort, na gyertek, üljetek le, fiúk, beszélgessetek. Mária hátra megy a konyhába, elkezd ottan serteperni, ottan csörög az edények között. Jézus kitölti a bort, na gyertek, fiúk, nyomjuk le ezt az útporát. Valószínű ezek a fiúk, János, nem hiszem, egy 16-17 éves kölyöknél nagyobb lett volna. Tehát nem valami kiforrott teológus, nagyszakál urakra gondoljunk, hanem Jézus is 30 éves, jópofa fiúk. És akkor Jézus elmondja, fiúk, tényleg a mennyei az, hogy azért küldött, hogy váltsuk meg ezt a világot, de nem kell nagyon bepánikolni, nem nehéz. Egyszerűen elmenjünk minden emberre, és elmondjuk, hogy jobb békében, szeretetben, jó testvérekként élni. Ezért küldött a mennyei atyám. Megtanítsuk a szeretet parancsot, jöztök, igen, nagyszerű, buli. Mama, kész a vacsora? Én azt gondolom, ez körülbelül ennyi idő volt. És akkor Mária hozza a finom tojásrántottát, vagy lencsefőzeléket, leülnek, ott előttük pislákol egy mécsbél. Azért úgy szerettem volna odaülni melléjük negyediknek, ötödiknek az asztalhoz, nem? Milyen kár, hogy akkoriban nem voltak ilyen finom paparazzik, és felvették volna a stixen, adnánk körbe, hogy Jézus hogy is hirdette meg az Isten országát ottan a názáreti kis házban. És tovább is ez történt. Fiúk, melyik lakodalomban jöztök velem? Nagyszerű, persze, hogyne, Kánában, mit tudom, fia, olyan szép mennyasszony, majd csoda. Na, tehát, hogy ne úgy gondoljuk el, hogy a nagy Isten az nem tudom milyen idegen, távol van tőlünk, és megfoghatatlan, és elvont, és mit tudom, elmélet. Jézus Krisztus, ő írta a forgatókönyvet, ezt az arcot mutatta nekünk. Próbáljuk magunk elé képzelni, hogy szó, Zakeus, gyere, mert arról a fáról le, mert leesel, amennyi eszed van. Ma nálad szeretnék megszállni. És elmegy, bemegy hozzuk. Zakeus bemutassa, hát itt a feleségem, a gyerekeim, te kis buksi, hogy hívnak? Közben Zakeus szól, asszony, hát most gyógyította meg a mester itt a
az Bartimeust, a vakot, az a koldus, ott ült mindig a Jerikó kapujánál, hát mennyi valami vacsorát készíts neki. És leülnek, beszélgetnek. Hosszan néztem, nem, az összes evangéliumot, hogy valahol Jézus mondja egy olyan, hogy Zakeus, ez egy pofakér, tehát te milyen bankár vagy más zsebébe belenyúlsz, nem tudom. Nincs ilyen dorgálás, civakodás, csak szeretet van. Tömény, bízalom és szeretet. És tudjuk, a vacsora végén ez az ember feláll, és azt mondja, hogy Mester, kicsit röstölöm magamot, az az igazság. Ha valakit én megkárosítottam, annak háromszor annyit adok. De amúgy vagyonom felét szeretném a szegényeknek fölajánlani. Milyen szép, és Jézus azt mondja, ma boldogság költözött ebbe a házba. Tehát bárhol nézzük a Szentírást, az evangéliumot, bárhol ütjük fel a lapokat, igazából arról szól a történet, hogy Jézus hirdeti is a szeretet parancsát, és gyakorolja is a szeretet parancsát. Ez az egyetlen parancs, amit nekünk adott a Mester. Ott a kereszten, utolsó leheletével is, atyám, hát kicsit a fiúk elkapkodták itten mostan, de ne haragudj rájuk, nem tudják, mit cselekszenek. Fog ez menni. Tehát igazából Jézus Krisztus nagy csütörtökön mondhatta volna azt, hogy mennyi atyám, én ennek prédikáltam, csodát tettem, habzik a számot, addig prédikáltam nekik, nem veszik a lapot, nem akarják. Én hazamentem, váltsa meg, ki akarja ezt a világot. De nem ezt mondja Jézus, még ott a kereszten is bízik bennünk, hisz bennünk. Na persze, önök feltehetik ezt a kérdést, hogy jó, 2000 évvel ezelőtt ez volt. Jézus Krisztus meghirdette a szeretet parancsát. De látható ebből valami? Ugye a szeretetet, mondhatnánk szeretet helyett azt is, hogy párbeszédre való készség. Mert ahol szeretet van, ott van párbeszéd. Mondhatnánk azt is, hogy szolidaritás. Mert a szeretet egyik jele az, hogy szolidárisak vagyunk egymáshoz. Nem mondhatnánk azt is, hogy irgalom. Én ezt a három gondolatkörbe szeretnék mondani pár dolgot. Ugye azt mondtuk, hogy ahol szeretet van, ott igazából párbeszéd is van. Legyünk teljesen őszinték. Afganisztánban most van 50 ezer kemény fiú, és úgy néz ki, hogy elmenekül onnan 5 millió ember. Itt Európában voltak választások. 500 millió ember egymásnak feszült. Teleplakátoltak egész Európát, mindenki hirdette a magáét, nem tudom, volt egy szavazás, nem mindenkinek tetszik a végeredmény. De igazából a lényeges az, hogy nem folyt vér, nem öltek meg senkit. Tehát megtudta 500 millió ember beszélni, hogyan tovább. És ugye megfelálltak a bizottságok és minden, és megy az élet tovább. A kisebbség el tudja fogadni a többségnek a véleményét. Persze maga demokratikus eszközeivel küzd ellene, kampányol, beszél, hirdet, de nem öldököljük egymást. Afganisztánban az 50 ezer ember így látjon, így fog lenni, aztán a fené teszik, és az összes az, hogy otthon marad. 40 millió emberre rákényszerítik a maguk ideológiáját, nem? Milyen jó lenne, ha ott is tényleg szabad választások, hát mondják el a talibánok is a magukét, meg a többiek is, meg minden, és utána nyugodtan, biztonságban legyen egy szavazás. És aztán utána azt tartsák tiszteletbe. Azt mondjuk, hogy nem olyan nagy dolog. Hát én őszinte legyek, örvendek, hogy ennek a 2000 éves keresztény Európának a lakója vagyok. És valami csodálatos dolog lenne, hogy ezt a toleranciát, ezt a párbeszédre való készséget,
ami hál' Istennek a családokban is nagyjából megvan, a városokban is megvan, az országokban is megvan itt a keresztény Európában. Nem mondom, hogy nem lehetne ezt még finomítani, de azért mégis egészen máshol vagyunk, mint... Hát, vagy hogyha valakinek ez nem gondolja, hogy ez nem nagy dolog, akkor annak kéne vegyünk egy vonatjegyet, menjen el, mit tudom, Erdogan úrhoz, Isztambulba, és mondja el, hogy a kúr testvérekkel kapcsolatosan neki van egy jó ötlete. Nem? Nem tudom, mondatot be tudja fejezni, nem? Vagy menjen el Kínába, és mondja el ott a Tiamantére, hogy szerinte az ujgur testvéreknek igazuk van. Na, hát azért nem egy keresztény ország. Hát mi egy kicsit azok vagyunk. Ez a párbeszédre való készség az evangéliumból nőtt ki. Mert legyünk teljesen őszinték, ott van ugye, hát húsvét hajnala, Jézus föltámad, és szembe megy az Emmauszi tanítványokkal. Ezek az Emmauszi tanítványok idáig vannak kereszténységgel, Krisztussal, mindennel, ők mennek haza, aki akarja, csinálja, nekik elegük volt. És Jézus szembe megy velük átdöfött szívvel, átdöfött lábbal, és megkérdezi, fiúk, mi a baj? Hát nem tudod, mi történt Jeruzsálembe? Hát mi történt? És meghallgatja saját sztoriát, mint ha ott se lett volna, nem? Hát mi bíztunk benne, komolyan vettük, aztán hagyta magát megfeszíteni, nagy túró az egész, kész, mi menjünk haza. És gondoljunk csak el, hogy itt van Jeruzsálem, itt vannak az Emmauszi tanítványok, és itt van Emmausz, vagy 20 kilométerre. És Jézus elkíséri a tőle elvezető úton ezeket a fiúkat. Átdöfött szívvel, átdöfött lábbal, és útközben olyan szépen beszél, hogy ezek az emberek azt mondják, hogy lángolt a szívünk, míg hallgattuk őt. A prófétákból, a szentírásból, érvel, nyugodtan, higgadtan, tanít, nem parancsszót kiabál, hogy hátraharc vissza Jeruzsálembe, szégyentelen, pofátlan disznyó. Nem ezt mondja, hanem elkíséri a tőle elvezető úton, és szépen, nyugodtan, higgadtan magyaráz. Na testvéreim, ez a párbeszéd. Ezt kellene megtanuljuk a mestertől. Hogy a feleséged, a férjed, a szomszédod, a főnököd maga Emmauszi útján elindult. Próbáld elkísérni. Ugye olyan szép, ugye mondják, látjuk, hogy hát az űrben vannak ilyen űrállomás, és akkor igazából ez hatalmas sebességgel forog a föld körül. És az űrhajó oda megy, és rááll arra a pályára, felveszi azt a sebességet, együtt forognak, és akkor lassan, szépen összekapcsolódik a két űrobjektum. Valahogy ezt kéne megtanuljuk, testvéreim. És milyen jó lenne, hogyha imádkozzunk, hogy ugye, a nem keresztény országok is Krisztusnak ezt a szép üzenetét tanulják meg. Ugye azt mondtuk, szolidaritás a második nagyon fontos téma. Ahol szeretet van, ott van szolidaritás. Ugye ismerős, ugye mikor nagy csütörtökön Jézus mondja Júdásnak, hogy menj, tedd meg, amit akarsz. Azt írja János, hogy mivel Júdás kezelte a közösség kasszáját, úgy gondolták, hogy Jézus elküldte, hogy Júdás valami vásárlásokat kövessen el. Tehát azt jelenti, hogy Jézus az apostolaival, a tanítványaival volt egy közös cigánkasszájuk, vagy hogy nevezzem. Igaz? Ahol együtt, közösen szolidaritás. És abból a közös pénzből vásároltak, hát, ami kellett, ennivalót, vagy éppen ruhát, vagy cipőt, vagy nem tudom, de mindenképpen én azt gondolom, ebből a kis közösségből nőtt ki a közoktatás, közegészségügy, közbiztonság, közvilágítás, közúthálózat, nem? Óriási dolog. Mi legyintünk, és azt mondjuk, hogy jó, van közút, de van egy gödör rajta, és igazunk is van.
De mikor kint voltam Kongóba, vagy sok helyt a nagy világba, ott nincs 112, hogy felhívom, és mindjárt mondják, hogy jövünk. Itt történt egy baleset a múltkor, és előttünk történt, meg kellett álljunk, és kiszálltam, oda mentem, lássuk, hogy valami van-e. Pillanatok alatt ott voltak a tűzoltók, vágták ki az illetőt az autóból, rendőrök, orvosok, vagy 10 szakember, pillanatok alatt. Miért? Mert valaki hívta a 112-t, baleset van, ott voltak. Hát ezekben az országokban ottan nincs ilyen telefonszám. Mujibay, ugye, Kongóban egy 2 milliós nagyváros, a világ gyémánt bányászatának egy nagy része ott zajlik. De egyszerűen nincs közút, nincs közvilágítás, egyáltalán nincs világítás. Miért? Azért, mert ezt a szolidaritást, ezt az, hogy fogjunk össze és együtt valamit csináljunk, amiről Jézus beszél, nem olyan fejlett az a kereszténység ottan. Kongó folyóról hordják a vizet a nagyvárosba, a fejükön az asszonyok. Van, aki 8-10 kilométert megy, hogy hát hozzon egy ilyen, mit tudom, egy vider vizet. Kérdezem, hogy hát olyan egyszerűnek tűnik, hogy csövet húznának, végre egy csapocs, még pénzt is szedhetne az illető. Ez egy fejlettebb összefogás, szolidaritást igényel. Idő kell, hogy bízzunk egymásból, hogy te is adsz valamit, én is adok valamit, adót fizetünk, tényleg azért, hogy legyen a városaink szépen megvilágítva. Hogy legyen orvos, képezzék szépen, kórház felszerelve. Lehet arról beszélni, hogy ez mennyire működik, és mennyire jó, és lehetne még jobb, de ahol semmi nincs. Ugye ezek a migránsok, ugye voltam Szíriába, Irakba, ezeken a helyeken, hogy mondják, hogy menekülnek onnan. De egyszerűen 2 éve nincs oktatás az iskolában. Ő is szereti a gyerekét. Valahova olyan helyre szeretné vinni, ahol mehet a gyerek iskolába. Az anyósa beteg, és nincs közegészségügy. Hát persze, hogy szeretne ő eljönni, hogy valahogy mentsék meg a feleségét, anyósát. És nem azért, mert olyan szegények, hanem egyszerűen ez a krisztusi egymásra figyelés, együtt, közösen csináljunk valami szépet, bízzunk egymásba, fogjunk össze. Hiányzik. Igen, testvéreim, azt mondjuk, ezek kis dolgok, óriási dolgok. És hál' Istennek, hogy megvannak. A 2000 éves kereszténység rengeteg gyümölcsöt terem. Szolidaritás. Irgalom. Erről is kell, hogy pár szót szóljunk, ugye? Nálunk valaki bajban van, és most itt örömmel tudom elmondani, hogy 93-ban ugye gyerekek ott voltak a templom előtt, koldultak. Romániában gazdasági csőd volt, összedőlt az ipar, rengeteg ember elment külföldre, gyerekeket hátrahagyták. Sajnos utca gyerekek voltak kint a városban, és logikus, a templom elé oda gyűltek, és hát most mit tudok én ilyenkor csinálni? Hát kimentem, hát na, gyertek be egyet, ebédeljetek. Na, olyan büdösek voltak, azt mondta a szakásnő, hogy nagyon, hát mondta, a gyereket nem szagolni, hanem fürdetni kell. Na, gyertek, fürödjetek meg. Ezt 2-3-szor az ember eljátszott, utána nem is akartak elmenni. Egész nyáron ott volt egy csomó gyerek a ház körül. Na, akkor csináljunk egy hetes tábort. Tábor végén, na mondtam, puszi, lehet hazamenni a gyerekeknek, elkezdtek sírni, azt mondja, mi nem csinálunk egy éves tábort. Na most 30 éve táborozok én ott a gyerekekkel. Hogy mondjam? Szolidaritás. Igen. Fáj neked az, hogyha valaki bajban van, és lehajolsz hozzá. És
Én itt mindenki előtt meg kell köszönjem, hogy az elmúlt 30 évben bizony Magyarországról nagyon sok segélyt kaptak az erdélyi bajba lévő gyerekek. Nagyon sok egyszerű ember, de tehetősebb ember is a maga 5 forintját, vagy 500 forintját, vagy 5000 forintját persebe ide-oda betette, és igazából körülbelül 10 évig csak adományból tartottuk fel. Most már hál' Istennek a román állam is, állami gondozott gyerekek támogat, segít bennünket. De jól esett, és jól esik a szolidaritás megtapasztalni. Óriási dolog, testvéreim. És akkor az ember kimegy Kongóba, és az akkor a gyereknek 12 éves, adják a hadurak a kalasnyikot a kezébe, és nem iskolába küldik, hanem a frontra lövöldözni. Miért? Azért, mert 2000 éves kereszténység van, és ottan, hát ugye elindultak ők is az evangelizáció útján. Óriási dolog, testvéreim, és bárhova nézünk, hogy idősek, jól, rosszul, gondoskodunk róluk. Biztos, hogy lehetne jobban is csinálni, kellene is jobban csinálni, és törekedünk is, ha jobban csináljuk, de van valami. És ezek mind az evangéliumból nőttek ki. Óriási dolog, szolidaritás. Ugye látjuk a televízióban, hogy vannak országok, valaki hibát követel, sőt, levágják a fejét. Fényes nappal. Minden tovább megkövezik. 21. században nekiállnak, és addig dobálják, hogy meghal. Hát ugye, ezelőtt, ugye a pandémia előtt hívnak most is fegyházakba is. A balassagyarmati fegyházba elmentünk, vittük a gyerekeket, a gyerekek énekeltek, fegyencek is énekeltek, szentmise volt, nem tudom. És a mise végén mondtam, hát olyan szépen énekeltek, olyan jó banda lettünk itten, hát csináljunk egy CD-t, és majd megajándékozzátok karácsonyra a gyerekeket. És hajszik, hanem ezek a fegyencek nekiálltak, és írtak egy műzikelt, Szent Adórián életét. És a börtönparancsnok megengedte, bementünk, próbáltunk, nem tudom miféle, és 2020. december karácsony előtt a József Attila színházba jöttünk a mi gyerekeinkkel, ők előadták a muzsika hangját, a fegyencek előadták Szent Adórián életét. Hát ugye a jegyszedő néniknél, mindenkinél golyószórós puska volt, hogy mondjam, hát azért, tehát azért biztos, ami biztos, képzeljék el, hogy a Szent Adórián, ugye nem tudom mennyire ismerős az élete, egy keresztény vértanú, aki előre, hát a császárnak a katonája, üldözi a keresztényeket, közben megtér, és hát ugye a császár ezt rossz néven veszi. És olyan lagymatagon mondta az elítélt, ugye a színész, hogy hát te Adórián, ejnye-bejnye. Hát mondtam, most mérgelődjön fejjel, hát most maga császár ellenmondott, hogy hangosan és mérgesen. És megveregette a másik a vállam, hogy azt mondja, csak ne biztassa, hogy mérgelődjön, mert múltkor, mikor felmérgelődött, két embert megölt. Na. Most ott vagyunk köztük a gyerekekkel, elég készítsük a színdarabot, és előadják József Attilánál ott a forgó színpadon szépen az előadást, és az országos fegyőr parancsnok, meg többiek állva tapsolnak, és a rabok hajladoznak. Ez jelenti hát az irgalom. Nem levágják a fejét, hogy meleg ételt kap, papot visznek oda hozzuk, hogy hallgassa meg a Szent Jónását, hogy prédikáljon. Ez az irgalom. És azt gondolom, hogy jó, hogy ez úgy, hogy mondjam, gyökeret eresztett mindegyikünkbe. És higgyék el, Európába, még az is, aki nem jár templomba, vagy talán harcos ateista, azt is átjárta a kereszténység. Ugye Gandhi mondta, hogy a keresztény ember olyan, mint a kő a folyóba, eltörött belül száraz, hogy nem járt minket át a kereszténység. Nagyon tévedett Gandhi, én nagyon tisztelem, de ezt a állítását tartsa meg magának. Még az is, aki, hogy mondjam, tényleg köszönő viszonyban sincs a kereszténységgel, az is lelke mélyén, a szeretet parancsától nagyon is meg van fertőzve.
Én merem állítani itten, akármelyik, mit tudom, közszereplő, valaki lefényképezne, egy kutyába belerúg, másnap kiraknák az állásából, nem igaz? Mert nem toleráljuk azt, hogy valaki irgalmatlan, durva, kegyetlen, nem igaz? Ez miből fakad? Jézus Krisztus tanításából. Igen, kedves testvérek, Jézus Krisztus elindított egy úton bennünket. Hogy 2000 év alatt nagyobb távot tudtunk volna megtenni? Biztos, hogy igen. De jó úton járunk. Ez az az út, amin tovább kell menjünk. És ezt az értékeket, ezeket a kincseket, ugye, kellene felkínáljuk, hát a világ többi részének is. Jézus Krisztus a mennybe menetel előtt nem tudom milyen elrejtett, mit tudom, hogy is hívják, erőt osztogatott, vagy valami manipulációs, mit tudom én, tehetséget, hanem mit mondott? Menjetek, és tanítsatok minden népet az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevébe. Tanítsátok meg az embereknek a szeretet parancsát, hogy jobb békében, szeretetbe élni, mint ellenségeskedni, gyűlölködni, haragba lenni. És nagyon-nagyon sok ilyen történetet tudnék önöknek elmesélni, mikor a gyerekek között, a kollégák között, hát ugye azért 6000 gyereket fogadtam be, és azt tapasztaltam, hogy egyedül a bízalom, a szeretet az, ami gyógyít. Mikor bekerül hozzánk a gyerek az utcáról, tele van félelemmel, szorongással, meg akarod simogatni, és egyből védekezik. Mi az első dolog, amit kell tenni? Megnyugtatni ezt a gyereket. Ugyanazt kell mondani, amit Jézus mondott, ne féljetek, bízzatok, veletek vagyok, legyőztük a gonoszt, bármit kértek a mennyei atyától, megadja nektek. Jézus ezt tette, én is ezt teszem. Kicsi szívem, ne féljél, nézd meg, van itt finom vacsora, mindig azzal kezdjük, hogy elvisszük a gyereket zuhanyozni, fürödni. Előttem van, egyszer befogadtunk 3 kislányt, a legkisebb 2 éves volt, a legnagyobb az 6 éves. És hát ugye, ők még annyi vizet, egy fürdőkád, meleg vizet nem láttak egy helyt. És akkor hát féltek, elkezdtek sírni, le kell vetközni, bele kell menni a kádba. A legnagyobb az, hogy beleállítottam. És hát hamar kiderült, hogy jó dolog a meleg víz. Elkezdte simogatni a vizet, és mondta a többiek, ne sírjatok, szép a víz. És akkor logikus, hogy jól ledöböcskölik, és megmossák, és kinek ne esne jól, utána, na, szép ruhát, turkálunk valamit, nem tudom miféle, de ez biztos szebb, mint ami rajta volt, nem tudom miféle. Emlékszel, az egyik kislányra ráadtak egy ilyen nagy, fodros, bársony ruhát, és persze folyt le róla, nagy volt neki is. Addig egy szót nem mondott ő magyarul, mondom, te vegyétek le, nagy ez a ruha neki. Rám nézett, és azt nem nagy neki, nem nagy. Akkora, mint a tök mag, de a női hiúság az ott van benne, hogy nem, hát nagy. És akkor megfésülik mindenféle. Persze, ha jól esik, na akkor menjünk vacsorázni, nyami, telerakja a háját. Az ember lefekteti az ágyba, az első napokban összekucorodik a sarokba, és aztán lassan, hogy megnyugszik, úgy szétterül az ágyba, nyugodtan. Na, és amikor megnyugszik, akkor utána már kíváncsiak, kihúzza a fiókot, mi van benne. Kinyitsa a könyvet, hogy mi van ottan, mit ír ottan. Tehát, ha megnyugszik a gyerek, akkor elkezdi a szorzótáblát tanulni, akkor elkezd tudni imádkozni is. De míg feszült, míg szorong, nem fogja ezeket csinálni. Ezért nagyon fontos, azt hiszem, mi is megnyugtassuk magunkat. Jó úton járunk, Isten velünk van, bízzunk egymásba, bízzunk megváltó Urunkba. Nem hiába halt meg 2000 évvel ezelőtt. Nem lehetetlen. Mi nem, hogy mondjam, egy múló világnak a, mit tudom én, siratóasszonyai vagyunk. A mi atyánkban mi nem azért imádkozunk, hogy mennyei atyánk, aztán amikor összedől ez a világ, ne fájjon nagyon. Én nem a világ végére készülök. Önök is velem együtt a mi atyánkban mit mondanak? Jöjjön el a te országod, nem? Igen, testvérem, nagyon-nagyon fontos, hogy mi hisszük azt, hogy egy új világ küszöbénél állunk.
ez az eukarisztikus kongresszus is, én remélem, és hiszem, és meg vagyok győződve, hogy Európának, a világnak szárnyat ad. Hogy tovább menjünk, hogy Isten országát építsük. Ugye, mikor valakit megkeresztelnek, és itt azt gondolom, nagyjából mind meg vagyunk keresztelve, a pap megkeni krizmával a megkeresztelt homlokát. És akkor nem gyászhúszárnak kenik fel, hanem Krisztus prófétájának. A próféta látja a problémákat. Jeremiás, Izaiás, a többiek világosan látták a problémákat. De mindig arról beszéltek, van remény. Szóval ne Egyiptomra nehezedjetek, mert az mind a törött nátszál átszúrja a tenyereteket. Istenbe kapaszkodjatok, térjetek meg, tartsatok bűnbánatot, és Isten megsegít. Erről beszélnek a próféták. És nekünk is erről kell beszélni. Olyan nagy öröm volt számomra látni, ott hátul ülnek, papbácsik, gyóntatnak. Igen. Az eukarisztikus kongresszusnak a lényege, elvégezzük a szent gyónásunkat, és szent áldozáshoz járulunk. Nem csak a pápa szándékára imádkozunk, hanem a pápával együtt imádkozunk. És én hiszem, hogy teljes bucsba részesülünk. Ne hurcoljuk magunkkal a múlt sebeit, bűneit, szennyét. Igen, az atyák azért vannak itt, hogy segíjenek. Gyónjuk meg. Tegyük le a hibáinkat. Kicsik vagyunk, gyengék vagyunk, még az is csoda, hogy két lábon tudunk járni, nem? Ne várjunk el se magunktól, se a férjünktől, se a feleségünktől, hogy büntelenek legyünk. Képzeljük el, hogy jött egy orvos barátom, többször is voltam én is tüdőgyulladásos, és kaptam tőle penicillint, na nem köszöntem meg, és hát jön, és azt mondja, hát nagy baj van. Hát mondom, mi a baj? Hát azt mondja, az asszony kirakta a szűrit. Elvégezte a gyónását, az asszonnyal értettem egyet. Na, de ebben ne menjünk a részletekbe bele. Hát mondom, te akarod, hogy írjak receptet? Azért milyen receptet? Hát mondom, én se kérdeztem, hogy a penicillinben mi van. Egyszerűen hagytam, szúrták, fájt. Meggyógyultam. Na, azt mondja, írjak én is receptet. Mondtam, 10, ez a 21 szál piros rózsa. Napi egy szál rózsa. Nagyon kíváncsian nézett rám, mondom, tudod, hogy hol laktál, hát ott lakott ő is. Van egy szép gang a ház előtt, na ott vigyél egy vázát, és minden reggel egy piros szál rózsát, olyan nagyot, rakjál a vízbe. Hát nem erősítte, hogy ez használ, hát a szeretetet fel lehet írni receptre. Na és hát másnap hív, és azt mondja, ő megleste. A felesége, amikor meglátta a rózsát, kivette, föltözverte, eltaposta, nem tudom, nem működik. Hát mondom, hogy nem működne? Hát lereagálta. Hát azt mondja, összetaposta. Hát mondom, de észrevette, foglalkozott vele, nem épp úgy, hogy te szeretted volna, de mégiscsak, hogy mondjam, na, a reakció volt, igaz, hát az tényleg volt. Na mondom, nem baj, holnap másik virág. Hát ez így ment, vagy három nap, aztán az ötödik nap hív, azt mondja, Csaba testvér, 2 szál virág a vízbe van. Aztán, hát telt múlt az idő, azt hiszem 16 vagy 18. napon telefonált, azt mondja, hogy szeretnének a feleségével együtt meghívni vacsorára. Aztán nagyokat kacagtunk, megbeszéltük a dolgot. Igen, higgyünk a szeretet végső győzelmébe, higgyünk abba, hogy a szeretet nem csak a szentek életébe valamikor a múltba hatott, hanem most is, ma is. Ezt nem azért mondom önöknek, mert a virágkereskedőknek egy nagy pénzt adtak, hogy is hívják, reklámozzam az üzletet. De én azt gondolom, hogy jót tenne. Családi életekről prédikáltam, ugye mostan, hát ugye Szent József év van, a család éve, nem tudom micsoda. Az egyik atyafi templomból kijövett a Déván,
Azt mondja, hát Csaba testvér, könnyen beszélsz te, de lennél az én feleségemnek a férjem. Na meglátom, hogy mit mondanál egy hónap múlva. Hát nézem, és te mondom, te, én azt látom, a te feleséged nincs karban tartva. Mi az, hogy nincs karban tartva? Hát mondom, nem tudom, én cölibátusban élek, de én úgy gondolom, hogyha te hazafelé vennél egy csokor virágot, és átadnál, és deréktájban megölelnéd, és megpuszilnád, és nem kicsit karban tartanád az asszonykát, akkor lehet, hogy finomabb lenne a vacsora. A felesége úgy bólogatod, hogy szinte kiakadt a nyaka. Igen, testvérem, kérdés az, hogy mennyire tartsuk karba a gyerekeinket, egymást, mennyi konkrét szeretetet tudunk adni a másiknak. Egy családnál voltam, három kicsi gyerek van, az asszony volt otthon a gyerekekkel, és hát elbeszélgettünk, mondtam, kicsit várjuk, mert mindjárt jön a férje is a munkából. És valóban. Megjött a férj, azt mondja, gyerekek, szervusztok, nem tudom. Jön, azt mondja, na a feleségem adott-e valami kávét, valamit, kínált-e meg? Hát mondom, megkínál, de hát mi nem köszönsz a gyerekeidnek? Hát az a köszönt. Hát mondom, azt nem úgy kell csinálni. Oda mentem, jól beledöböcsköltem az ágyba a gyerekeket, feldobáltam, kacagtak, sikoltoztak örömükben, nem tudom mi. Szeretik a gyerekek, ha játszanak velük. Hát mondom, te, mikor hazajössz, mutasd ki azt, hogy szereted a gyerekeket. Én persze, hogy tudom, hogy egész nap értük dolgozol, és minden pénzt leadsz az asszonynál, de gyerek, hogy mondjam, a tettekből élt. De mi magunk is, felnőttek is, merjük kimutatni azt, hogy örvendek, hogy fontos vagy nekem. Hogy hazamész, hát öleld át a gyerekedet, feleségedet. Ugye, azt mondják, hogy a bók az nem hazugság. Itt tanították a teológián. Tehát én hazamegyek, és azt mondom, édesanyámnak, én még ilyen finomat nem ettem, lehet, hogy nem igaz, de neki jól esik, nem? Ez a bók. És azt mondod, hogy a férjednek, vagy a gyerekednek, hogy jaj, te milyen ügyes vagy, és tényleg milyen szépen a fűzeted, van rajta vagy két szamárfül, meg paca is van, minden, de bókolsz neki. A gyereknek az erőt ad. A gyerek milyennek látja magát, ami ennek a szemet tükre mutatja. Te arra a gyerekre ránézel, és azt látja ő a szemedbe, hogy jaj, mindjárt beléd harapok, mert olyan aranyos vagy. A gyerek elhiszi ezt, nem? Ő is magát olyannak fogja látni. A te tekintetednek teremtő ereje van. Olyan gyönyörű a Szentírás, ugye azt mondják, hogy hát Jézus 72 tanítványt elküldte, menjetek, aranyat, ezüstöt ne vigyetek magatokkal, váltóruhát se, ingyen kaptátok, ingyen adjátok, vigasztaljatok, tanítsatok, bátorítsátok az embereket, gyógyítsátok, menjetek, legyetek jók. És elmennek a tanítványok, és a Szentírás azt írja, hogy Jézus otthon marad, imádkozik. És akkor ezek elkezdenek kettessével, hármassával visszajönni. Mennyi ideig voltak ott, hogy miket csináltak, nem erős írja a Szentírás, de azt írja, hogy ezek az emberek, hát úgy egymás szavába vágva mesélik, hogy milyen nagy dolgokat tett általuk az Isten. Jézus egy darabig hallgatja, és egyszer felújong, feláll, és elkezdi áldani, magasztalni a mennyei atyát, hogy jónak látta kinyilatkoztatni a kicsinyeknek az örömszerzés örömét. Milyen gyönyörű. Hogy a nagy Isten tud örvendeni, hogy az ő kis gyermeke, hát valami jót tett. És azért hálát ad a mennyei atyának. Testvérem, te tudsz örvendeni a feleséged főztének? Elmondok egy történetet. Jött egy férfi, ugye, hát én nagyon sokat utazok, mert sokfelé van, 83 házunk van Erdélyben, és valahova mindig kell menni, vagy tüzet oltani, vagy valami, na, megoldani, tehát ilyen nagy megoldó ember vagyok én. Na, és akkor oda kell menni, és ott le kell ülni, beszélni, hogy mégse kell kirúgni ezt a gyereket, hanem, na, helyre rakni, meg minden. És ezért sokat utazok. És hogyha valaki... Múltkor jött egy férfi, ő szeretne velem beszélgetni, mondtam, hogy
olyan gyönyörű autód van, én beülök melléd, és útközben személyesen vezetett lelki gyakorlatot tartok neked. Te vezetsz, beszélgettünk, barter. Na, én is jól járok, te is amit akarsz, megkapod. Na és így mentünk, azt hiszem, pont Nagybányára. És útközben végig beszélgettük. Persze, amikor megállunk egy-egy háznál, hát én a gyerekeket szépen megölelgetem, meghallgatom, kicsit pletyózunk, nem tudom, szentmise van, minden, de én a kisebbeknél az nálam alapszerelésbe megy, hogy legalább egyszer ölbe vegyem, legalább egyszer mindeniket felemeljem, hát abból vagyok ilyen jó karba, az ember elmegy más fitness edzésre, én csak egyszer végzem a munkámat. Na, és hogy 4 napig ez az úr velem volt, egy nagy gyárnak a vezetője, nem mondom el a nevét. És a végén, amikor váltunk el, megölelt, és elsírta magát. És kérdeztem, mi a baj? Azt mondja, most már érti, hogy mi az, ami benne fáj. Azt mondja, a legjobb iskolákba járt, a legjobb edzésekre küldték. De ő egyszer nem emlékszik, hogy az apjának a nyakába ült volna. Hogy egyszer azt mondta volna az apja neki, hogy jaj, de milyen ügyes vagy. Hanem mindig azt mondta, ezt lehetne jobban is, ezt lehetne szebben is, ezt lehetne többet is, és állandóan hajkurázta az ő gyermekét. Felnőtt az ember, és megkeseredett. Merjük kimutatni egymás iránti szeretetünket. Merjük elmondani a másiknak, hogy te fontos vagy, hogy szükségem van rád, hogy nélküled üres az életem, hogy olyan jó, hogy vagy. Örvendek, hogy meglátogattál. Mutassam ki a másik iránti szeretetem. Lelkünk mélyén ott van ez a szeretet, de valahogy elmondok egy másik történetet, még van egy kicsi időm. Hát Sepp-Szentgyörről megyek Csíkszereda felé. Esik, november van, hideg van, stoppol egy atyafi, egyedül voltam az autóban, felveszem. Na mondom, hova megy? Azt mondom, mely haza a büdös, itt nem, azt kell menjek én is gyondni, hogyha szó szerint idézem. Mondott egy csúfot a feleségéről. Az útszélre húzom az autót, és mondom, szálljon ki. Azt mondom, mi? Mondom, nézze, én katolikus pap vagyok, aki így beszél a feleségéről, az menjen gyalog. Hát olyan nagy kiszállhatnék, ha nem volt. Már szürkölödött, nem tudom mi, olyan kétségben meg is ismert akkor, mert ugye fél homályban hangomról minden. Hát azt mondja, hát mégse lehet. Hát mondom, né, mondjon valami jót az asszonyról, és akkor elviszem. Hát azt mondja, hát finom palacsintát süt. Na mondom, csukja be az ajtót, menjünk. Nos, elkezdtünk beszélgetni, és azt mondja, atya, palacsinta, de tudja, milyen tőtelékes káposztát csinál? Maga olyan még nem evett, hát de nem is csodát. Ő termeli a káposztát, annak olyan vékony lapja van, mint a szivarpapír, azt mondja. A disztyót is, hát a hízót ott van, minden évben 2-3-at felnevel, levágjuk, hát az olyan finom, na, itt van névjegykártyám, azt mondja, atya, arra jár, ne kerüljön el, szóljon, mert feleségem megkóstolja azt a palacsintást, de tőtelékes káposztát, minden is, hogy beszélgettünk, kiderült, hogy van 3 szép gyerekük, sőt, már unoka is van, meg minden. Hát amire elértünk Bükszádig, mert odavaló volt az atyafi, szinte szenté avattuk az asszonyt. Annyi szép, jó dolog kiderült róla, hogy csak csuda. Leszállt az autóból, és én azon gondolkoztam, most hogy van ez így? Egy vadidegen embernek kapásból ez az ember azt mondja, hogy utcanő az ő feleséget, csúfabbul mondta. És mikor azt mondom, na jó, én ebből nem kérek, akkor kiderül, hogy hát az asszonnyal ő teljesen meg van elégedve. Nem tudom, én az az érzésem, mint hogyha ránk lenne öntve egy ilyen keserű ketchup, hogy illik panaszkodni, nyafogni, leszólni az orvosunkat, gyerekeim tanárait, hogy mondja, a politikusokról nem is beszélve, az a papokról, mindig a hibát keresni, tehát mint hogyha rajtunk folyna egy ilyen mártás, vagy ilyen ketchup, és akkor tényleg megy ez a savanyú, nyafogás, hisztéria. Én azt mondom, hogy
ilyen jól magyar ember a Kárpát-medencébe, az elmúlt 1000 évben nem élt. És bárkivel lemerek... És bárkivel lemernék állni, vitázni, bármilyen. Úgy jöttem el Erdélyből, a határon kidugtam az autóból az útlevelet, megnézte, bele se lapozott, intett, hogy jöjjek. Fegyver nélkül, minden nélkül, vasárnap délben miséztem, vasárnap este már itt voltam. Déván miséztem, eljöttem. Hát ilyen utazási feltételek nem tudom mikor voltak. Tovább tanulási lehetőség. A Márton Áron szakkollégiumba fogunk, 1000 zarándokkal jövünk a hétvégén a pápai misére Erdélyből, és hát ott leszünk ugye a neki jó voltából elszállásolva, és hát én öröm volt, én akár melyik szobába beköltözni, két ágyas szobákat a diákoknak, hát nagyon szép, szállodai körülmények. És folytathatnánk tovább. Ide is ugye eljöhetünk szépen, nem kell fizetni, szeretettel, megvan világ, ekkora nagy templomban én rég nem prédikáltam, nem? Hát legyünk őszinték, és mehetünk tovább. A kórházainkat lehet szidni, de hál' Istennek, múltkor a papokkal beszélgettünk, hát egyesek azért mondtak ezt-azt az egészségügyről. Mondtam, én 6 éves voltam, amikor hát egy kicsit többet ettem a főtt kukoricából. Reggelre nem tudtam megmozdulni, elvittek, kivették a vakbelemet. Hát ha nem lenne ez az egészségügy, akkor itt most nem untatnám én önöket, nem? És kiderült, hogy voltunk vagy 20-an papok, és mindenki tudott ilyen történetet mondani. Orvosok nélkül valószínű, hát itt a felnőtt korosztálynak egy nagy része már rég a temetőben lenne, nem? Tehát az, hogy 60, 70, 80 év az átlag életkor, abban benne van az egészségügynek nagyon is a két keze. Tudjunk hálát adni, tudjuk megköszönni. Az, hogy szádban van egy protézis, esetleg tudsz szépen enni, mosolyogni, adjál hálát a Jóistennek, nem? Tud megköszönni. Igen, én úgy gondolom, hogy az öröm, a jókedv, a derű. Nézzék meg, a gonosz lélek az, aki azt szeretné, hogy elégedetlenkedjünk. A gonosz lélek ugye már teremtés hajnalán, mit mondott ott Ádámnak, Sévá, valami bűzlik, nekem valami nem tetszik. Jézus Krisztus mindig vigasztal, bátorít, erősít. Adná az Isten, hogy én ne a gonosz lélek hangszórója legyek, szájcsöve, hanem a jó Istené, Jézus Krisztusé. Ha ő bízott a világba, ő mert közénk jönni. Ha ő hitte azt, hogy igen, azok az egyszerű apostolok képesek a világunkat jobbá tenni. Ha az egyszerű szó, a kimondott szó, az emberi szó képes megszentelni a világot, akkor én is ezen az úton kell tovább menjek. Nagyon nagyok a távolságok. Nem értünk célba. Olyan gyönyörű, még van 6 percem, azt elmondom. Ugye a héten volt az evangéliumban az a rész, amikor Jézus arról beszél, hogy amíg veletek van a vőlegéd, addig a násznép ne szomorkodjon. Gyönyörű, szép kép. Tehát Jézus Krisztus ebben mit mond? Hogy ő úgy szeret bennünket, mint a vőlegény a mennyasszonyát. Aki annyira tetszik, hogy üljünk le, hogy ízleljük. Benne van a Szentírásban. Örök szeretettel szeretlek. A hegyek megmozdulhatnak. A halmok táncra kelhetnek. De az én szeretem nem hagy el téged soha. Arra a bizonyos mennyei lakomára minket nem felszolgálni pincérnek hívtak meg, és nem is sima vendégnek. Jézus azt fogja mondani, ülj ide jobbomra. Tehát, mint a jegyest, olyan szeretettel szeret. A testvéreim, valahol ezt kéne mi megéljük. Ugye a 10 parancsolat első parancsa hogy kezdődik? Uradat, Istenedet imádd.
Lángoló szeretettel szeresd a teremtődet, és fele barátodat, mint önmagadat. 2000 évvel ezelőtt ezt az egy parancsot adta Jézus Krisztus nekünk, a szeretet parancsát. És azt gondolom, ez a nek is igazából a szeretet parancsát fogja aláhúzni. Jó úton járunk, a szeretet útján járunk, és mi a továbbvezető út? Uradat, Istenedet imád, teljes szívedből, teljes erődből, teljes lelkedből, és fele barátodat, mint önmagadat. Még van egy kis időm, nem irgalmazok én önöknek, még elmondok egy történetet, ami nagyon-nagyon kedves. Ugye nem csak gyerekeket fogadunk be, hanem felnőtt embereket is. Hát olyan általában az asszonyok, de volt úgyis, hogy férfit fogadtam 3 gyerekkel, de legtöbbször ugye összebalhézi a család, és elzavarják az asszonykát. Jött egyszer egy asszony 3 gyerekkel, és mutatta a vállát, hogy nézzem meg a férje, hogy megverte, fészi fokával. Hát mit mondjak én erre? Hát rosszul tette. Na hát mondom, itt van egy vendégszoba, üljön le, pihenjen meg, aztán majd csak lesz valahogy. Általában az idő az nagyon jó gyógyír. De ha találkoztam ezzel az asszonyjal, mindig mondta, hogy te nézzen meg, még mindig kék a vállam. Hát mit mondjak erre? Na és eltelt vagy 3-4 hét, és jön a férje. És azt mondja, hogy itt van-e a felesége? Ő is mondott egy csúfot az asszonyról. Mondom, itt van, de hogy beszél erről a drága jó asszonyról? Hát, hogy beszél? Hát mondom, a magának nem kell, én megtartom. De ne szidjük. Hát mond, hogy nézett nagyon furcsán rá. Hát mondom, ez most főz, takarít, ahányszor találkozok, mindig magáról beszél. Az, hogy mit mondod, azt nem mondtam, de tényleg mindig a férjéről beszéltünk. Nagy kerek szemekkel nézett. Hát mondom, én bemennék magához az udvarra, és elhajtanák egy kecskét. Mit csinálna? Szóval leszúrna a villával. Hát mondom, így igaz. De maga elhajtotta az asszonyt 3 szép gyerekkel. Hol itt az üzlet? Hát láttam, amikor ilyen pragmatista szempontból közelítik a dolgot, mert láttam, hogy nincs mosott ing rajta, meg minden, hát eléggé csajbatag volt az ember, hát nincs, aki karban tartsa, nem tudom miféle. Hát mondom, nézzel, jó asszony, jó ember, hozott-e virágot? Hát az, hogy kellett volna? Hát mondom, annak idején, mikor udvarolt, vitte virágot. Azt mondja, igen. És mondom, és az asszony, mit csinált, mikor odaadta a csokó virágot annak idején? Olyan jó pofa volt, hogy körülnézett, és azt mondja, turbékolt. Hát mondom, ilyen egyszerű, az asszony a virágot kap, turbékol. Ha fészi fokával kopogtatjuk a vállát, akkor mondta, sikoltozik. Hát mondom, nem olyan nagyon komplikált a női lélek rejtelmei. Egyszerű. Hát volt vagy 30 lej nálam, hát olyan 2000 forint, odaadtam neki, mondom, menjen, vegyen valami virágot, kicsit borotválkozzon meg, szedje rendbe magát, meglássa, megint fog turbékolni az asszony. Nézett rám, nem erősítem, mit mond, én is erősítem, hogy visszalátom azt a 20-30 lejt. Na de elment, aztán eltelt egy bizonyos idő, és a kollégák mesélték, hogy este felé, mikor megjött a, hát a zsírpapírban kókatozó 3 szegfűjével, kiborotválkozva. Hát az asszony végül megbocsájtott, összepakoltak, hazamentek, írtak egy szép levelet, megköszönték, hogy kibékítettem. És akkor mondtam a kollégáknak, lássatok, mindig mondják, hogy a keresztények mit érnek azzal a nagy fene nagy szeretettel. Hát kérdem én azt, 30 lejből, 2000 forintból én hogy tudtam volna 3 gyereket felnevelni, nem? A szeretet az egy olyan befektetés, ami egész biztos megtérül. Merjük egymást szeretni. Merjük Isten iránti szeretetünket kimutatni. Merjünk a szeretet útján járni. És hogyha talán kicsinségünk, gyengességünk miatt le is térnénk erről az útról. Hál' Istennek, várnak a szentgyónásra a papok. Végezzük el a bűnbánatunkat, és újból fogadjuk meg, hogy igen, mi a szeretet útján akarunk járni, se jobbra,
se balra, nem akarunk menni a szeretet útján, mert ez az út lehet, hogy keskeny, lehet, hogy meredek, lehet, hogy kevessel járnak rajta, de egészen biztos az örök életre vezet, a mi Urunk Istenünkhöz vezet. Amen. Na de, hogy ez így legyen, taps helyett mondjuk el a mi atyánkot, kérjük a Jóisten áldását erre a döntésre, mert azzal, hogy felálltak, én úgy gondolom, úgy döntöttek, a szeretet útján járunk együtt tovább. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Köszönöm, hogy meghallgattak, és ha Erdélybe járnak, akkor ne kerüljenek el, látogassanak meg. Dicsértessék a Jézus Krisztust!